Üde, friss, gyümölcsös, könnyed, testes. Csak néhány jelző azokra a borokra, amelyek gorcső alá kerültek a 23. Bátaszék térségi hegyközség borversenyén. Az idei évben 101 minta érkezett, 54 vörös, 25 fehér, 21 rozé és 1 Schiller. A hegyközség területén kívülről is érkeztek borok szekszárdi hegyközségtől is. Ezek a borok általában a bátaszéki térségi hegyközség területéről származó szőlőkből készült. A három borbíráló bizottságban 12 kiváló szakember döntött a borok minősítéséről. Már nem szép színe van, végül is lehetne kicsit haloványabb, de mondjuk érett kékfrankos, úgy vesszük. De illatában szebb, mint az előző. Gyerekek, akkor ez szép ezüstérmes bor. Vizsgáljuk ilyenkor a boroknak a tisztaságát, illatának tisztaságát, vizsgáljuk az ízének a harmóniáját, hogy egységben legyen a bor, a sav harmóniáját, összetételét. Vizsgáljuk azt is, hogy mennyire jól kezelt bor, tehát mennyire törődtek vele. A borbírálók szerint összességében nagyon jó minőségű borokat kóstolhattak. Jól kezelt, illatukban, zamatukban, fajtájuknak megfelelőek voltak a nedők. Az arany, ezüst és bronzérmeken túl több díj is kiosztásra került. A legeredményesebb kistermelői pincészet elismerést Sodz Zoltán borász kapta, aki 1998-ban vásárolta meg az első szőlőterületeit. Elkészült borokat hoztuk, szúrópróba szerűen válogatjuk össze, hogy milyen borokat versenyeztetünk, több versenyen is részt veszünk, és így a borainkat egy nagy széles szakmai zsűri elé tudjuk tárni. A bátaszéki borverseny a megye rangos eseménye, mivel ez a borvidék rendelkezik a legnagyobb szőlőterülettel a vármegyében, és nagyon sok neves borász öregbíti a hírnevét. Nem csak a borvidékét, hanem Bátaszék városának hírét is viszik a kiváló szőlőnedük. A város számára is fontos ez az esemény, hiszen a hegyközséggel együtt erősíteni tudjuk a borkultúrát, erősíteni tudjuk azokat a szőlészethez, borászathoz kapcsolódó hagyományokat, amelyek Bátaszékre is hosszú évszázadokon keresztül jellemzőek voltak. A bátaszéki bornapok, illetve a város bora cím is ezt a célt szolgálja. Ez utóbbit három, fehér, vörös és rozé kategóriában versenyeztetik. Az idei évben e kitüntető címet a Garai pince, a Szeleshát borászat és a Mikóci pincészet borai nyerték el. Büszkén fogom kirakni az érmeim közé, mert nekem nagyon tetszik Bátaszék, szeretem az itt élő embereket, jobban is vagyok nagyon sokukkal, és örömmel veszek részt a bátaszéki bornapokon is immáron több éve. Úgyhogy tényleg külön öröm a rész számomra, hogy a királylányka boromat minősítették egy ilyen rangos ilyen.